Harmadik évfolyam, vigyázz! Jobbra, nézz! Napot kívánok, hölgyeim és uraim! Jó napot kívánok! Harmadik évfolyam, vigyázz! Harmadik évfolyam, pihenj! Harmadik évfolyam, vigyázz! Kivonat a Magyar Köztársaság belügyminiszterének, a Vám és Pénzügyőrség országos parancsnokának, valamint a rendőrtiszti főiskola parancsnokának parancsaiból. A parancsokat aláírta a dr. Kónya Imre belügyminiszter, Arnold Mihály pénzügyőr vezérőrnagy és dr. Dános Valér dandártábornok. Harmadik évfolyam, pihenj! Kinevezem az 1971 évi 10-es számú TVR 4. paragrafus 3. bekezdése alapján a rendőrtiszti főiskola nappali tagozatának kitüntetéses oklevéllel történő elvégzése alkalmából 1994. július 1-i hatálya. Rendőr főhadnagyjá. A rendőrtiszti főiskola állományában Simon Attila rendőr törzászlóst. Rendőr hadnagyjá kinevezem. Sóbert Ferenc Norbert rendőr törzászlóst. Vízi Miklós rendőr törzászlóst. Szendrei Ferenc rendőr törzászlóst. Kallós András rendőr törzászlóst. Takács Amarilis pénzügyőr zászlóst. 1994-es tanévben kitüntetéses oklevelet szereztek. Deák Attila, Farkas Gabriella, Fekete Tamás, Gyarmati Anita, Karászi Viktor, Katonáné Kovács Gizella, Kovács Gyula, Kravianszki Sára, Nádasi Béla, Simon Attila, Sipos Ildikó, Varga Hajnalka, Vizi Ágnes.
Palló József. Palló Róbert. Takács Amarilis. Vadkerti Orsolya. Smél János. Cingerné Pölöske Ágnes. Szendrei Ferenc. Szent Iványi Beatrix. Vankó László. Varajti József. Vizi Miklós. Kalós András. Kander Ferenc. Sober Norbert. Séra Csaba. Dicséretben és jutalomban részesítem a rendőrtiszti főiskola hallgatójaként végzett kiemelkedő közösség és tanulmányi munkája elismeréséül Szendrei Ferenc rendőrtörzászlóst, Varga Hajnalka rendőrtörzászlóst, Karakas Attila rendőrtörzászlóst, Kis Irén rendőrtörzászlóst, Máté László rendőrtörzászlóst, Pápa Éva rendőrtörzászlóst. A jutalmakat átadja dr. Tóth László úr, a belügyminisztérium kabinetfőnöke. Kivonat a rendőrtiszti főiskola parancsnokának parancsából. Dicséretben és tárgyjutalomban részesítem az országos szinten kiemelkedő sporteredmények eléréséért Kallós András rendőrtörzászlóst, Sobert Norbert rendőrtörzászlóst. A tárgyjutalmakat átadja dr. Dános Valér dandártábornok úr, a főiskola parancsnoka.
Parancsnok helyettesi dicséretben részesítem a sportterületén elért kiváló eredményükért és példamutató magatartásukért Fülöp Walter BV zászlóst, Dobák István rendőr zászlóst, Krauser Ernő rendőr törzászlóst. A rendőrtiszti főiskola 1994 évi jó tanuló, jó sportoló verseny díj átadására kerül sor. Idei eredményhirdetést jelenlétével megtisztelte az Újpesti Torna Egylet elnöke, a kardvívás olimpiai bajnoka dr. Gedővári Imre. Kiváló eredménnyel végeztek. Dobány Viktor. Erdélyi Zsolt. Fligauf Gergely. Gál Csaba. Kopcsik Károly. Kriston Gábor. Marcinkovicsné Barna Ildikó. Molnár Károly. Nagy András. Nagy Csaba. Nagy Gábor. Nagy Sándor. Petrovics Zsolt. Prókai Krisztina. Sági János. Sásdi Zsolt. Sinkó Éva. Szaniszló Attila. Tarnóci László. Vajlok László. Felkérem kabinetfőnök urat köszöntőjének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt tábornok urak! Köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy én gratulálhatok Önöknek először a három sikeres év végeztével diplomáik átadása alkalmából. A főiskola sajátosságainak megfelelően két ütemben vesznek búcsút ettől az intézménytől. A mai
diplomakiosztás után holnap ünnepélyes keretek között, méltóbb történelmi díszletek között avatják önöket tiszté. Röviden szeretnék köszönetet mondani önöknek azért a sok áldozatért, amivel ezt a 3 éves tanulmányaikat végig küzdötték, és köszönetet mondani tanáraiknak, mindazért a hasznos útravalóért, amivel elindulnak ezen az úton. Hogy egy közhelyet mondjak, hosszú út végére tettek pontot, és még hosszabbat kezdenek meg. Ma itt 211 hallgató vett át a diplomáját, akik közeljövőben a rendőrség kötelékében, a határőrségnél, a büntetés végrehajtási intézményekben kezdik meg munkájukat, vagy akik vámigazgatási szakon tanultak a főiskolán. Én azt hiszem, hogy önök tisztában vannak azzal, hogy azok a tanulmányok, amelyeket most befejeztek, csak egy időre mentesítik önöket a tanulás alól. És hogyha mindabból, amit elmondok, csak egyetlen egyet jegyeznek meg, akkor kérem az legyen, hogy ne hagyják abba. Mert úgy értem, hogy a tanulást. Ne hagyják abba, mert hihetetlen gyorsasággal keletkeznek új ismeretek, eljárások, mindazon területen, aminek önök itt most a szakavatott hozzáértői lesznek, és amiről a diplomáik tanúskodnak. És kérem önöket arra, hogy ne felejtsék el ezt az intézményt, jó szívvel gondoljanak arra a 3 évre, amit itt töltöttek, még akkor is, hogyha netán rossz élményeik voltak. Kívánom önöknek, hogy csak a jó hangulatok és a szép emlékek maradjanak meg önökben. Amire önök itt most szerződni fognak, az nem más, mint a demokrácia alapintézményeinek, alkotmányos érdekeknek a védelme. A közrend, a közbiztonság, a polgárok élete, a köztársaság határának a védelme. Legyenek büszkék arra, hogy önök már nem a hatalom jelképei, hanem a polgárok hatalmának megvalósítói. Kívánom, hogy ezen az úton önök sok sikert, sok eredményt tudjanak felmutatni. És kívánom, hogy maradjanak meg ezen a pályán, amely az elkövetkezendőkben talán egyre jobb megélhetést nyújt majd önöknek. Még egyszer sok sikert és jó egészséget a munkájukhoz. Köszönöm szépen a köszöntő beszédet, és a kinevezési, előléptetési határozatok ismertetésére kerül sor. A Magyar Köztársaság belügyminiszterének határozata. Kinevezem. A kitüntetés a soklevéllel történt elvégzése alkalmából 1995. július 1-i hatállyal. Rendőr főhadnaggyá. A Búzás Gábor rendőr törzászlóst. Székely József rendőr törzászlóst. Tomin Szilvia rendőr törzászlóst. Toronyi Zoltán rendőr törzászlóst. Tóth László rendőr törzászlóst. Zimonyi Balázs rendőr törzászlóst. Dancs Róbert rendőr törzászlóst, Kovács Róbert rendőr törzászlóst, Kertész Gábor rendőr törzászlóst, Laca Béla rendőr törzászlóst, a Gubuc Imre rendőr törzászlóst, Kis Gábor rendőr törzászlóst, Kis Szabolcs rendőr törzászlóst, Péter Gyula rendőr törzászlóst, Prókai Dezső rendőr törzászlóst, Varga László rendőr törzászlóst, Benkő Péter Gábor rendőr törzászlóst, Debreceni Zsolt rendőr törzászlóst, Hatos István rendőr törzászlóst, Örlös István rendőr törzászlós, Petrovics Zsolt rendőr törzászlóst, Szalai László rendőr törzászlóst, Szendrő Tamás rendőr törzászlóst, Lupsai Endre pénzügyőr törzászlóst, Molnár Károly pénzügyőr törzászlóst, Nagy Csaba pénzügyőr főtörzászlóst, Rózsa Egyi Zsolt pénzügyőr törzászlóst, a belügyminiszter úr dicséretben is jutalomban részesíti a rendőrtiszti főiskolán végzett kiemelkedő nevelő oktató munkája elismeréséül Szanyi István rendőr alezredes urat. A határőrség országos parancsnokának parancsa.
Dicséretben és jutalomban részesítem a 71 évi 10-es számú TVR 31. paragrafus alapján a szolgálat példamutató teljesítéséért Vas Ferenc határőr őrnagyot. A jutalmat átadja Nováki Balázs altábornagy úr, a határőrség országos parancsnoka. A rendőrtiszti főiskola parancsnoka dicséretben és jutalomban részesíti. A rendőrtiszti főiskolán végzett eredményes munkája elismeréséül Zubka Sándor rendőr alezredest, Cserhalmi Pál rendőr alezredest és Pellei Sándor rendőr törzászlóst. Dicséretben és jutalomban részesítem az országos parancsnok megbízásából Dülk Attila határőr hadnagyot, Szkalka Tamás határőr hadnagyot. A jutalmat átadja a dr. Bakondi György dandártábornok, a határőrség szervezési főigazgató. Rendőrtiszti főiskola 1995 évi jó tanuló, jó sportoló verseny díjátadására kerül sor. A jó tanuló, jó sportoló harmadik helyezettjének Gedővári úr felajánlott egy 10.000 forintos vásárlási utalványt, amelyet Gedővári úr nyújt át. Lukács Istvánné második évfolyam 9. szakasz hallgatója. A második helyezett részére egy 15.000 forintos vásárlási utalványt, amelyet Endes Zolt második évfolyam 4. szakos hallgatója kap meg. Az első helyezett díja egy túrakenu, melyet dr. Dános Valér dandártábornok úgy nyújt át Molnár Lívia harmadik évfolyamos hallgatónak. Jó, hát. Viszontlátásra. Vigyázz, hogy